Szervusztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Mai filmünket először is a görényekkel kezdjük. Képzeljétek, mi történt. A görényekhez betévedt egy patkány. Azóta próbálják a görények elfogni. Minden reggel azzal kezdődik, hogy átvizsgálják a görénykertet. Keresik a patkányt, de nem találják. Meglépett. Pedig micsoda finom falat lenne, de nem jut nekik belőle. Sajnos lelépett ez a piszok, de azért mégiscsak ott a szaga, ezt pedig meg kell vizsgálni mindenkinek. Manó és Lencsi tüzetesen átvizsgálják a görénykertet. Minden zegzugot, minden lebúvót, minden föld alatti és föld feletti járatot átvizsgálnak. De sehol nincs meg ez a ronda patkány. Pedig de kéne nekik. De hát, ilyen az élet. Sajnos ebből nem lesz reggeli. Marad az, amit a gazda ad. Nos, patkány nincs, görény mehet aludni, és térjünk át a kutyákra. Kezdődhet a reggeli műszak a kutyáknál, indul a séta. Tulajdonképpen eddig Arthurnak fájt a lába, nem volt igazi sétánk, csak olyan immelámmal kicsike, de most igen, most megint kimentünk a görög dombra. Lehetett futkározni, lehetett ugrálni, és a kutyának se fáj a lába.
Tudjátok, agarat kergetni jó dolog. Néha ugyan nem ők kergetik az agarat, hanem az agár kergeti őket, de ez őket egyáltalán nem zavarja, az a lényeg, hogy futkározzanak. És bizony az agár után lehet futni. A kutyák várják már a többieket is. Mikor jönnek meg a többiek? Lassan, de biztosan már látszanak. Jönnek ők mindannyian. Porzik a föld, úgy futkároznak, és itt vannak a cimborák mind. Lehet itt rohangálni, lehet kergetőzni. Arthurnak a lábának már semmi baja, úgy peckesen rohangál, ahogy azt kell egy igazi kutyának. Na és akkor itt van a Huba, mert Huba nagy napja ez a mai, őt ma elviszik, és kozmetikusnál kikozmetikázzák. Nem akarom azt mondani, megkopasszák, mert ez a tény, de ő még ezt nem is sejti. Mi már mondtuk neki ugyan, de hát a gazda eltitkolja előle. És lassan elérkezik az idő, itt a 9 óra. A kutyák kidöglöttek. Tisztességesen elfáradtak. Mindannyian. Megyünk haza, jöhet a reggel. Így bizony. Mindketten várják már, és falnak. Jaj, de jó étvágya lesznek a kutyák. Jól megérdemelt reggeli után, jól megérdemelt pihenés következhet. Még egy kicsit körbejárjuk a kertet, még egy kicsit átvizsgálódunk, majd szépen lassan lefekszünk. Megvárjuk a gazdamamát, vajon mit hozhat ő most nekünk ebédre? Nos, eddig tartott mai mesénk. Mindenkinek szép napot kívánunk, szervusztok gazdik, szervusztok pajtik!